Három, kettő, egy és... Jó van, sziasztok srácok, szerintem... Úgyhogy a mai videóban ezt meg fogjátok tudni, hogy mekkorát is fog robbanni az én TNT-ből kirakott szobrom. Viszont elsősorban nézzük is meg, hogy milyen TNT-ből áll is ez a szobor. Úgyhogy lássuk is meg itt a dolgokat. De még mielőtt eltérednénk, mivel nem itt fogom kipróbálni a TNT-ket, annyira buta nem vagyok, mert egy TNT-t felrobban a közelbe, felrobban a szobor, az kifagy a gépem, azt mehetek is megjavítatni. Úgyhogy rakjunk ide le szépen egy szép fekete ágyat, mivel a blackisták mindig fekete ágyban alszanak. Így szépen leszomlizunk, jó. És hogyha már ti is várjátok, hogy a végén felrobbantsam, és kíváncsiak vagytok, hogy milyen TNT-ből is áll az én szobortestem, akkor fejeljétek meg azt a lájkot, iratkozzatok fel, és azt a csengőt is nyomjátok meg, hogy le ne maradjatok az ilyen ehhez hasonló videókról! Na kezdjük! Lentről felfele haladok, lássuk az első TNT-t, az első TNT gravitációs TNT-nek. Szépen elrepülünk jó messzire, mondjuk ezt szerintem nem robban akkor, de így ilyen távolságnyira szerintem tök jók is leszünk, úgyhogy rakjuk le a mi kis gravitációs TNT-nket, és nézzük meg, hogy vajon mit is tud. Hoppá! Már megiszűnt a gravitáció, és gyakorlatilag magába szippantott, tehát mozogni nem bírunk. Aaaaaah! És kilő, mint az ágyú! Jó, még egyszer, látnom kell. Jó, megint magába szív, nem tudunk kimozdulni, tehát nyom én itt mindenféle dolgot, és figyeljetek, hogy ki fog dobni, figyeljetek, Geronimo! Gondolom, hogyha nem lettünk volna kreatív módban, akkor szerintem már nem itt lennék arra a temetőbe. Ne lássuk a kövit. Következő TNT, egy nagyon misztériumos TNT. Itt vannak rajta a kérdőjelek, és van rajta egy karácsonyfa. Is it Christmas? Van karácsony van? Vagyunk karácsony van, skacok? Na mindjárt meglátjátok, hogy mi lesz ez a TNT. Úgyhogy próbáljuk is ki, rakjuk le, és akkor gyújtsuk be háromra. Három, kettő, egy, és go! Lássuk! Karácsony van-e? Nincs karácsony! Zseniális ez a TNT egyébként. Majd írjátok le a komment szekcióból a kedvenc TNT-teket. Egy sem bírom képzelni, hogy majd miért fog egyszerre robbanni ez a sok TNT. Remélem nem fagy ki a gépem. Oké, lehet, hogy egy kicsit egybeolvad, de bizonyám ez nem fekete, ez szürke. És áll rajta egy felirat, méghozzá az, hogy börtön angolul. Az, hogy jail. Lássuk, hogy mit tud a mi kis jail-es TNT-nk. Vajon bebörtönöz engem? Vagy bebörtönözi az egész Minecraft világot? Na mindegy, ki is próbáljuk itt egy szép kis szabad területen. Menjetek már innen, tyúkok, a be a KFC-be vissza. Na, nézzük csak meg. Lássuk, három, kettő, egy, és go! Gyerünk! Lássuk, mit tudsz? Lássuk! Ha! Börtönbe rakott a csirkékkel! Ne! Ez rabszolgaság! Ne nézzetek ti bamba marhá! Jó van, tiktikok! Kaptunk egy ládát, amiben van aranyalma zsír! Bár nem tudom, minek örülök, a kreatív módban vagyok, de... De örüljünk már neki, na! És mi van, hogyha többet robbantok fel egyszerre, mondjuk... Tegyük fel, hogy felrobbantok többet, akkor több börtönt rak ránk. Felrobbantok egyszerre hármat. Ez ilyen kísérlet. Lássuk, mit fog történni! Egy... Három darab! Ezzel lehet várat építeni, figyeljétek már! Ez a tyúkok vára! Gyertek ki itt az ajtón! Gyertek már, tyúkok vára! Látod, már a bocibú ki is jött. A jutalmad egy... LÁNGSZORO! Ez az, égél már! Emeljük a téteket, skacok! Lássuk, hogy mit tudunk hattal csinálni! Hatod egyszerre! Lássuk, és egy kicsit így mozgolódok is közben! Egyre komplexebb, azt figyeljétek, részletgazdagabb lett az ét, már annyi rács van. De milyen menő, jó, hogy a tyúkok, de milyen menő, hogy bezártuk őket. Jó, ma maradjatok ott, ez lesz a tíki is. Farmotok, itt lesz a Blackista Farm. Belépni tilos. Tegyünk ide egy ajtót, nem jössz ki, tyúk. Mi volt az a bug?
Hallod, rárakom a fűre a izét és bezöldül. LOL. Tudja a textúrámtól. Ó, és látjátok, hogy miből áll? Fekete TNT-ből áll az egész testem. És ez még hozzá... The Super TNT of Mass Destruction. Méghozzá az azt jelenti, masszív pusztítás Super TNT-je. Kíváncsian várom, hogy ez mit fog tudni, de szerintem én ehhez elmegyek a lópikulába, nehogy magunkra robbantsuk az életünket, szó szerint. Ó, milyen szép hegységek vannak, szerintem ott tök jók is vagyunk, de itt szerintem ezen a ponton egy kicsit be fogunk fagyni, de semmi probléma, skacok, értetek bármit, légy szillike? Na, rakjuk le ide szépen a TNT-t és lássuk. Három, ez az igazi blackista TNT, na már tetszik nekem, már olyan fekete. Na nézzük, 3, 2, 1, és... Jaj, mellé gyújtottam. Na most, lássuk. Úram, atyám. Oké, szerintem oké, meghalt a gépem. Látjátok, hogy a fűmagok kijönnek? Ott szerintem már nincs talaj, csak mi látjuk annak. Jézus. Atya virág! Mi ez? Jézusom, skacok! Jézusom! Próbálok egy körbe repülni, hogy betöltse. De ekkora pusztítás szerintem csak egy atomfegyvert tudna csinálni. Komolyan, skacok, ezt nézzétek! Ezzel lehet igazán bányászni? Ezzel! Figyeljétek! Lemegyünk a bedrock szintre. Lemegyünk a ott van egy minecart. Csak nagyon laggolok. Ott van egy random minecart, lol. Ja, mert hogy egy... Itt van egy NPC bány... Várjátok. Némteg is van benne. Nice! Na, így kell bányászni. Jó. Ott a gyémánt! Ott a gyémánt! Na, akkor is kiszedem. Itten! Nyilván csákánya. Az milyen érc? Azt nézzétek. Ilyen ércet láttatok már? Lüli. Ametiszt. Gyönyörű szép ametiszt. Na jó van. Ez brutális. Ez tényleg. Ezzel fel lehetne robbantani. Szerintem 5 Minecraft falut. Oké, skacok, itt vagyunk. Most már, ahogy kipróbáltuk, hogy miből van a mi kis ruhácskánk, a fekete TNT mit is tud. Hát, nem is tudom, mit mondjak. Pusztító élmény volt. Na nézzük, hogy a bőröm mit tud. Water Observation TNT, tehát vízelszívó TNT. Ez nem akárhogy fogom kipróbálni. És fogom prezentálni nektek, hogy telerakom szép kis cápinyókkal, meg piranyákkal a vizet. Ott van a szép kis vízünk. Jaj, de jó, ez a tó. Várj, teszünk be ide. Mindenféle cápinyó, tápilinyó, meg izé, piranyák. Hogy de eluszkáltok, itt elvagytok, milyen gyilkos medencét csinálok, itt szegény falusiak ide jönnek horgászni. Azt már úgy jönnek vissza, hogy lábuk, kezük nincsen. De hallod, a piranyákat ölik a cápák? A cápák megeszik a piranyákat, azt figyeljétek. Vagy fordítva? Nem, a cápák eszik meg, nézzétek, ahogy üldözik őket. Megeszik a cápák a piranyákat. Nem mondod komolyan? LOL! Ez nagyon epik, skacok. Ezt élem. Jöttek, egyeljétek a emberevőket. Na jó van, elég volt ebből a mulatságból. Most már lejárt a cápák ideje. Úgyhogy készüljetek fel a szárasságra, a sivatagi szárasságra, gyerünk! És BUM! Szegény cápák! Nézzétek meg, úgy össze vannak zavarodva. Az egyik táncol is nekünk. Nézzétek meg, hogy milyen táncot járnak. Táncot jár az ész. Szegény cápák meghalnak. Szétadom, skacok, szétadom. Oké, haladjunk, mert még vannak itt dolgok. Lássuk az arcunkat, mivel hogy a B betű az ugyanaz a fehér, mint ami ott van a cipőn, úgyhogy ezt nem kell mutogassam, ugyanúgy gravitációs. Lássuk, hogy a haj, ugye, a hajam, a szemem, és kb. Ennyi. És akkor megmutattuk az összeset. Jó, lássuk, hogy a hajam mit tud, ez a Rake TNT. Hoppáré. Rake, gyerünk. Mit tudsz? Jó! Farmlandet csinál! Várjatok, menjünk oda a falusiaknak, csináljunk egy kis izét. Farmot. De zsír! Figyeljél már, falusi komám, ezzel kéne ültessél. Mivel, Black? Mivel kéne ültessek? Mi az a TNT ott a kezadban? Ez a veteményes föld TNT, figyú már! Amúgy tényleg úgy néz ki, mint egy veteményes föld, ha én ezt konkrétan nem is észleltem. Hagyjál már, Black, csak hülyítesz engem. De hogy hülyítelek, nézed meg? Lerakjuk ide! És meggyújtjuk. Ne, itt ne gyújtsd meg, felrobbanunk! Nem robbansz fel, nyugi. Na, mehet, 3, 2, 1, go! Lássuk, hogy mit tudsz! Gyerünk! Ne, Black, felrobbanunk! Ez tényleg nagyon jó!
ültetek tököt is. Na látod, Feri? Nagyon köszönöm meg, majd meghálálom. Nincs mit szabad. Húha, ez egy tök jó tevéről vagyok. Safe TNT, ez micsoda, van rajta egy nagy szív, és floppy lemez van rajta, nem hiszem, hogy ti már ismeritek, de ilyen régen ez volt a CD elő. Na, és akkor mit tud ez a szív? Ez elmenti a helyünket? Itt spawnolunk? Vagy mit tud ez a szív? Lássuk, mit tud. Igen, ezt tudja. Valószínűleg, ahova szétrobbantom, ott fogunk éledni. Ezt meg is nézem, hogy GM0-lázom magamat. Lássuk. Oh, hát nem itt élettem. Át vagyok verve! Utolsó TNT pedig nem más, mint ez a lila TNT, ami a masszív TNT nevet kapta, úgyhogy ennél is arrébb megyünk fényéveket. Jó, itt jó lesz, kacok! Mondjatok egy áldás a gépemnek, lássuk 3-2-1 gól, nézzük, mit tud. Ó, igen. Jó, ez nem is olyan nagy. Ez még egész jó, ezzel még így elbányázgatnék, hogy most ide rakom még egy ilyen, rárobbantom. Ráfolyik a víz, szerintetek robban a víztől? Hopp. De ez persze, hogy robban, hallod, ez semmit nem ér neki a víz konkrétan, cheese. Amúgy ezt használnám bányászásra. És most jön, amire mindenki várt, robbantsuk fel a szobrot. Úgy lássuk. 3, 2, 1 és... Jaj, beragadtam, de! Ne! Jézus Mária! Oh! Hey! Nem robbant fel az egész! Jó, hát akkor... Jó van, sziasztok srácok, szerintem... Fele átváltozott Nóra a karácsonyos TNT miatt! Ez meg eldobott! LOL! Várj, ki vagyunk fagyva? Aha! Ki vagyunk fagyva, mint az állat! Jó van, semmi baj. Azt figyeljétek, átváltozott a karácsonyos miatt a fele Nóra. A többi elkezdett robbani! Meneküljünk! Jó! Mi lesz itt? Amikor ez betölt? Ultralag. Skacok. Jó! Nézzétek, és nem fagytam ki! Jézus! Atya! Úristen! Ezt nem hiszel, hogy ez ekkorát robban! És fel tudott robbanni! Nézzétek, kezd betölteni az egész. Ezt figyeljétek! Jézusom! Ezzel szerintem Mindcityt is le lehetett volna vinni. Ezzel bármit, ott nyílik a kanyon! Ott kinyitottuk a kanyonnak a bejáratát, milyen epikus már így. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, hogyha esetleg szeretnétek látni még ilyen hasonló kísérletes videókat, akkor mindenképp hajtsatok egy lájkot, iratkozzatok fel és csatlakozzatok ide, közénk a Blackisták táborába. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Én Black voltam, találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!